Göröncsér Gundel János a magyar modern festészet egyik nagy ígérete volt. De sajnos 27 éves korában meghalt, az életmű rendkívül kicsi, csupán néhány képet ismerünk tőle, de azok közül is egy kiemelkedő jelentőségű a mese. Göröncsér Gundel János a vendéglős dinasztia alapító Gundel Jánosnak volt a fia. Az első képeit 1906-7 körül állította ki, és a kritika már akkor is megállapította, hogy egy nagy, nagyon nagy tehetségű festőről van szó. Mi az érdekes Gundel János képeiben? Érződik a nagybányai hagyomány. Nagyon szerette a helytől, időtől szinte teljesen független kompozíciókat, tehát ami nem érezni, hogy hol vagyunk, hogy miért mese a címe. Nyilvánvalóan nem lehet megtalálni a nagy mesék között azt a mesét, amelyiknek ez a kép mondjuk az ábrázolása lehetne. De a cím mégis arra utal, hogy ne is keressünk itt konkrét meséket és konkrét sztorikat, hanem azt vegyük észre, hogy egy olyan tökéletes, rendezett világot látunk, amilyen a mesékben is van. Minden konfliktus ellenére a végén feloldódnak a problémák. A színek, a formák tökéletes harmóniában vannak, ugyanakkor egy nagyon dinamikus képet látunk, tehát azért előtér, háttér között nagy dinamikus mozgások vannak. Végül mégis minden egy szinte tökéletes harmóniában olvad össze.